Sziasztok, Barbara vagyok, a Narcisz Kócs. A mai adásban a farkast kiáltó narcisztikusról, a farkast kiáltó pásztorfiúról lesz szó, ugyanis nagyon gyakori, hogy a nárcisztikust manipulálni tudják mások, mert könnyű őket manipulálni, erről lesz mindjárt szó itt az adás elején, és az is egy nagyon gyakori dolog, hogy náluk rafináltabb emberek, kihasználják ők, őket, anyagilag is akár, illetve éppen ezért nagyon gyakori célpontjai, áldozatai ők paradoxon módon az abúzusnak, az erőszaknak is. Na nézzük, miről is van szó. Háromféleképpen lehet a legkönnyebben manipulálni egy narcisztikust, az első, hogy valaki állandóan narcisztikus forrást ad neki, addig, amíg ezt nem szokja meg, míg nem kér belőle egyre többet, és aztán ö, függőjévé válik ettől valamelyest, ilyenkor történik az, hogy megkéri az árát az, aki ezt a számára adja, és elkezdi diktálni a feltételeket. A másik technika, hogy olyan magas fokú, prémiumfokú narcisztikus forrása válik valaki, aki nélkülözhetetlen lesz az ő életében. Mondok egy példát, ha például orvos és valamilyen nagyon híres VIP szemét sikerült megoperálni és ez a híresség, ez minden nap egy mondatra felhívja őt, tulajdonképpen akár lelki szemetes ládájának is használhatja őt, ő mégis azt éli meg, hogy ez a híresség, ez a nagyon nagy ember ilyen hálás a számomra, hogy minden nap felhív engem. Tehát függővé válik tőle. Utána lehet közölni vele a kívánságokat és a szükségleteket, és ilyenkor a narcisztikus nagyon figyel ezekre, mert nagyon nagy szüksége van erre a jó minőségű forrásra. A harmadik lehetőség, hogy valaki részesévé válik az ő grandiózus elképzeléseinek, nagyzásos fantáziájának, néha az őrületének, azaz részt vesz vele egy közös pszichózisban, együtt elmélkedik, együtt álmodozik vele, sőt, segít neki, hogy ezt a nagyszerű fantáziát, ami lehet egy abszolút abszurd dolog is, ezt még, még jobban felnagyítsa. Tehát ő úgy érzi, hogy valaki partnerebben is osztozkodik ebben a ebben a dologban bele. Így is elérhető, hogy a prioritásokat, kívánságokat észben tartsa, tehát, hogy mindig ezt az embert vegye előre, mert ő osztozik ebben a téveszmés narratívájában. Mivel a narcisztikus magát mindig okosabbnak, minden tudónak, világlátónak, kiemelkedőnek látja és véli, úgy is éli meg, hogy sokkal többet érő, sokkal többet ér, mint az átlagos hétköznapi ember, ez azért van, mert a narcisztikus ugye egy hamisság, az ő hamis szelfje az egy meseszövésre, egy konfabulációra épül, a valóság itt sehol nincs a narcisztikus a fantázia világában él, ő van az univerzum középpontjában, elvárja, hogy tiszteljék a minden tudását, minden hatóságát. Röviden a narcisztikusa az úgynevezett gyermetek, gyermeki mágikus gondolkodás, a csodavárása jellemző, és ez egyúttal sebezhetővé is teszi őt, kiváló prédává áldozattal is teszi őt, hiszen úgy véli, hogy neki védettsége, immunitása van a dolgokkal, cselekedettekkel való következmények szembenézésétől, és úgy véli, hogy minden büntetés meg tud úszni, minden törvényt ki tud játszani. A narcisztikus éppen ezért könnyen belemegy olyan veszélyes helyzetekbe, amelyekről azt feltételezi, hogy az majd csodákhoz fog vezetni, hogy majd eljátsza az összes pénzt a, a szerencsejátékoknál, mert ő lesz majd, aki a jackpotot megkapja. hogy. Ö, ö, Aláír valamilyen szerződést, amit nem kellőképpen néz át, mert biztos abban, hogy ő majd itt ilyen és olyan nyereséghez fog jutni valakitől. Vagy fölvesz óriási hitelt, mert tudja azt, hogy ő ezt a pénzt meg fogja majd sokszorozni, és amikor aztán vissza kell fizetni, akkor bajba kerül, és sorolhatnánk a példákat. A narcisztikus úgy érzi, hogy ő feljogosított, hogy megtehet bármit, amit csak akar, a pénzügyekben, a hatalomban, stb. hogy, hogy soha nem bukik le. Akkor is megjár ez neki, ha nem éri el, mert az Isten, a sors, a világ, a nemzet, a társadalom, a család, a munkatársak, a beosztottak, de még a szomszédok is azért vannak, hogy neki megadják azt a luxust, amire szüksége van és amire igény tart és hát le vannak sokkolva, amikor előveszik, lecseszik őket a helytelen viselkedésükért, vagy amikor bajba kerülnek, és amikor a fantáziájuk az marad, ami csupán egy fantázia. A narcisztikus azt hiszi, hogy az ő sorsa az, hogy nagyjá legyen, vagy más szóval, hogy könnyű élete legyen. Úgy kell fel minden nap, hogy készen áll a szerencsés csillagzatára, ami valahol magyarázatot ad a narcisztikus amúgy veszélyes magatartására, viselkedésére és az önfegyelme gyengeségére. Apropó, az is ide tartozik, hogy a narcisztikus nagyon gyakran ö, veszélyes életmódot űz, mert azt gondolja, hogy itt is megúszhatja. 200 száguldozik az autópályán, és egyéb ö, veszélyes tevékenységeket, sportokat, ö, kalandokat űz, mert azt gondolja, hogy ő neki ezt is lehet, hogy ő itt sem fog soha megsérülni, nem érheti semmilyen baj. Ha játszol a narcisztikus nagyzásosságával és paranoiájával, akkor könnyen tudod manipulálni őt, és hatékonyan. Csak adj neki, kínálj neki narcisztikus forrást, figyelmet, csodálatot, megerősítést, és ő már is a tied. Segítsd a narcisztikus bizonytalanságát, támogass csak a téveszmét, és te lehetsz az a szerencsés, akiben meg fog bízni egyedül csak benned, csak rajtad fog csüngeni egy életen át. Mindkettő a paranója és a nagyzásos grandiózitás is gyengíti a narcisztikus valóságérzékelését, és kognitív deficitet, valamilyen gondolkodás módbeli hátrányt okoz neki. Kevésbé fog érteni, átlátni dolgokat, kevésbé fog mögé látni, illetve más módon, más szemüveggel látja ezeket a dolgokat. A paranója és a grandiozitás olyan dolgokhoz vezeti előtt, amelyek folyamatos védekezésre késztetik majd, általában nem létező ellenségekkel szemben. A narcisztikus sajnos bevonza, keresi a bajt, az erőszakot. Ellenséges, támadó, kötekedő, parancsoló, érzékeny, sértődős, gyakran provokál, és az emberekből gyűlöletet, utálatot vált ki. Mivel azonban gyengék, hiányosak az interpersonális emberek közötti képességei, nincs érzelmi empátiája, vagy kerüli az empátia megnyilvánulását, és szinte mindig a grandiózus, nagyzásos fantáziájában él, kikényszeríti másokból az erőszakot, az ellenségeskedést, a visszájt, a vitát, gerjeszti a balhét. Ja, és azt nem mondtam, hogy emellett nagyon-nagyon irít, és ez az irítsége is sokszor bajba hozza. A sikeres narcisztikusokra gyakran lesnek, ez most nagyon fontos, itt figyeljetek, mert ez az ő egyik gyenge pontjuk, és ha támogatni akarjátok őket, akkor erre oda kell figyelnetek, persze nem fognak hinni nektek. A sikeres narcisztikusokra tehát gyakran lesnek orvadászok, haszonlesők, erotomániákusok, mentálisan beteg emberek, akik a korábban említett manipulációs technikákkal, vagy csupán pénzügyi befolyással függővé teszik őket érzelmileg, szexuálisan, anyagilag, stb. Vagy csak egyszerűen velük kell tölteni egy csomó időt, és részt kell vennik az ő életében, az ő életüket élik. Az ő káros szokásaikba kerülnek bele, függővé válnak, elkezdenek velük drogozni, elkezdenek velük... Ö például nightclubokba járni, de egy csomó minden mást is csinálhatnak. Aláírhatnak veszélyes szerződésüket, stb. Ha a narcisztikus ezeknek az embereknek, akik már behálózták őket, ezeknek a haszonlesőknek, a mentálisan beteg embereknek, az orvadászoknak, a idézőjelbetett mafiózóknak ellenáll, akkor ezek az emberek bosszúállókká válnak, és ritkább esetben akár még erőszakosak is lehetnek. A kevésbé sikeres narcisztikusok, nem fogják veszélyeztetni ezek az előbb említett emberek, ők inkább kódependensekkel, társfüggőkkel és invert, tehát fordított típusú narcisztikusokkal veszik körbe magukat. Ezekről beszéltem a korábbi adásokban, ott meghallgathatjátok, hogy miről is van szó. Tehát a sikeres narcisztikusok azok inkább a sikeres, de beteg emberek, vagy gazdag, de beteg emberek célpontjaivá válnak, kihasználják őket magyarul. A kevésbé nagy sikert elérő narcisztikusok, pedig a társfüggők, és a, hát úgy mondanám, hogy a, az, mint az, ö, extrovertát vagy introvertált, tehát befelé forduló narcisztikusokkal kerülnek kapcsolatba. A narcisztikus életének központjában az is ott van, hogy gyakran ők maguk is bántalmazók, ugye ezt tudjuk róluk, másokat bántanak, de olyanok, mint a pásztor, aki ugye farkasokat kiált, és amikor tényleg bajban lesznek, majd megtagadják tőlük a segítségnyújtást. Mert amikor ők bántalmaznak valakit, akkor is eljátszották, hogy őket bántották segítséget kértek az emberek, persze rájöttek, hogy ez nem igaz, így amikor valóban bajban vannak, és valóban színre lépnek ezek az orvadások, akik kihasználták őket, akik megbecstelenítették őket, akik kiforgatták őket a vagyonukból, stb., akkor nem kapnak segítséget. Hiszen így nem fogadják el a cry for help a segélykiáltásukat, nem hiszik el, hogy bajban vannak, ignorálják őket, a családtagok, barátok, sőt, azt mondják, hogy ők a hibásak a helyzetért. Na de hogy reagál mindenre a narcisztikus, amikor ő a bántalmazott fél? Hát úgy, mint minden más áldozat. Traumát szenved, átmegy a, először a tagadási fázisokon, a kiszolgáltatottságon, a dühön, a depresszión, az alkun, és végül az elfogadáson. Az alku persze ezt megelőzi a sorban, tagadási fázis és a kiszolgáltatottság körül éli meg ezt. De az ő erőfeszítéseit, az ő érzéseit felerősíti az omnipotenciája, az, hogy ő mindenható. Azaz a támadást még ráadásul megalázónak is éli meg, és a megalázottsága pedig kiszolgáltatottságot idéz elő. És a Tehetetlensége egy új fajta megtapasztalás, hiszen ő mindig tudja, hogy mit kell csinálni. Ez egy új érzés, mert ő magát, mint tudjátok erősnek isteninek vélte. A bántalmazás alatt megéli, hogy ő mégiscsak ember, hogy itt van a földön, sőt, gyakran kevesebb, mint egy ember. A narcisztikus védekezési rendszeret tükrözi a viselkedését, annak a manifestációja. Ilyenkor őrjönk, dühöng, majd idealizál és devalvál, lenéz, kihasznál másokat. De ezek a védekezési mechanizmusok haszontalannak bizonyulnak a bosszú álló vagy téveszméket hordozó orvadászokkal, ellenséges emberekkel szemben. Azt éli meg ilyenkor a narcisztikus, hogy ő még sérülékenyebb, még kiszolgáltatottabb emberré válik ekkor rájön, hogy segítségre van szüksége. És ekkor kérhet segítséget. Sajnos nem veszi észre azt, hogy a rossz ismétlődő viselkedése üt rá vissza valahogy. Ekkor se fogja elismerni, hogy ezért a helyzetért ő tehet, ő a felelős. A narcisztikus én képében az van, hogy ő összeomolhatatlan. Ő minden tudó, és hamis felsőbséget ad neki ez másokkal szemben, ezért mindenféle kisebb kudarc, hiba, szükségletkifejezés, igény, tanácskérés, segítségkérés, önmegvetést hoz létre benne. És ha ez az erőszakosság folytatódik, a narcisztikus magát elzárja, Inkább megtagadja az érzelmi szükségleteit azért, hogy a grandiózus hamis szelfét fent tudja tartani, akkor is, ha még nagyobb segítségre lenne szüksége. Ez a konfliktus benne egy hihetetlen káoszt létre. Az éretlen és törékeny egyensúlyát felborítva, amit azzal kompenzál, hogy szétesik. Az egész rossz védekezési mechanizmusa oda van, ami ahhoz vezet, hogy Acting-autól kiéli, dürohamot hoz létre, hangulatváltásokat él meg, és ha még ekkor sem ér véget az ellene szóló támadás, akkor pszichotikus mikroepizódusokat is megélhet. Az önmaga felé irányuló abúzusok, erőszakok valóban veszélyesek a számára, ahogy a reakció is az abúzusra, hiszen túlnyomóan itt erőszakról és megalázásról van szó. Szóval a narcisztikusok az előbb elmondottak alapján klasszikus áldozatai az erőszaknak egy csomó esetben, hiszen naívak, hiszen a fantáziájukban élnek, hiszen nem valós álmokat táplálnak. De még ez sem vált ki belőle igazi tudatosságot, öntudatosságot, önmagukra ébredést és változást. És igen, szörnyű kimondani, de még a bántalmazás, bántás, erőszak is felesleges erőfeszítés, mert a narcisztikus sosem tanul belőle. Ennyit mára, köszönöm szépen!